Az idei évben új foglalkozásokkal is bővült a kulturális intézmény kínálata, az egyik ilyen a gyertyaöntő szakkör. A gyertyaöntés a gyertyakészítésnek a gyertyamártásnál újabb és fejlettebb módja. Üvegből vagy fémből készült, egyik végén kúposan összeszűkülő gyertyaöntő formába középre beerősítik a belet, s a felmelegített stearint beleöntik. Amikor kihűl és megmerevedik, a gyertyát kihúzzák a formából. Nagy örömünkre végre elindult Devecserben a gyertyaöntő szakkör is, ugye már nagyon régi, mondhatom úgy, hogy saját vágyam valósult meg, ugyanis én már régtől fogva a gyertya szeretetét magammal hordozom kiskoromtól kezdve. Ugye Egerben mondhatom, hogy a Servita utcában Béla bácsitól így ellestem egy-két dolgot, és hál' Istennek most a Nemzeti Művelődési Központ által ugye megvalósulhatott, hogy nyertünk pályázatot a gyertyaöntő szakkörre. Ugye maga a viasz ilyen granulátumban érkezik hozzánk, ezt hevítjük, illetve keverjük, ugye, hogyha olyan gyertyáról van szó, stearinnal, és ugye ezek után tanuljuk meg azokat a hagyományos eszközöket, amikkel régen készült, vagyis folyamatokat, amikkel ugye régen készültek a gyertyák, ilyen például a mártásos technika, ilyen például a csavart technika, vagy a gyertyának a különböző virágokkal való díszítése. Itt a szakkörön nagyon-nagyon tetszik a tagoknak igazából a gyertyaöntés, minél különbözőbb formákban, minél különböző színekkel és illatokkal vegyítve. Öntöttünk már úszógyertyát, színes gyertyát, autós gyertyát, és próbálkozunk most a virágminták és a virágtechnikáknak az öntésével is. Nagyon lelkesek a tagok, és nagyon büszke vagyok rájuk.